Az állam ajtaján kopogtatnak, jelentős gazdasági lehetőségeket látnak a high-tech iparban a hazai fejlesztők. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! A legmodernebb hazai műszaki és tudományos fejlesztésekkel ismerkedhettek hétvégén az érdeklődők a Váci High-Tech Fesztiválon. A Klebersberg Kultúrkör két napos ingyenes rendezvényen ki lehetett próbálni napelemes miniautókat és robotokat, de látványos kísérleteket és közérthető tudományos témájú előadásokat is láthattak a résztvevők, sőt koncertre is sor került az ismeretterjesztő fesztivál keretében. A jövő járműveivel és eszközeivel is találkozhattak a Talpra Magyarok Fesztivál résztvevői hétvégén. A legújabb magyar fejlesztésű technikai eszközökkel a Váci Klebersberg Kultúrkör rendezvényen lehetett megismerkedni, amelynek ünnepélyes megnyitójára szombaton, kora délután került sor a Piarista gimnáziumban. A két nap során világszerte ismert és elismert magyar kutatók és gyártók mutatkoztak be. Az ünnepélyes megnyitót követően akadémiai professzorok tartottak vitaindító előadásokat, melyekben arra keresték a választ, hogy milyen irányú és milyen formájú kormányzati támogatásra lenne szükségük a fejlesztőknek ahhoz, hogy sikerüljön megerősíteni a magyar high-tech ipar nemzetstratégiai jelentőségét. A szombati előadások során az idei űripari fejlesztésekről, a magyar hajógyártás helyzetéről, az USA területén használt, de hazai szakemberek által kifejlesztett korszerű buszokról és a grafén technológiában rejlő lehetőségekről is hallhattak előadásokat az érdeklődők. Szombaton este a prezentációk szünetében koncertet is rendeztek, vasárnap pedig látványos bemutatókkal folytatódott a program. A gimnázium tornatermében, illetve Vác főterén a kiállított robotokat, szenzorokat, a speciális műanyag karosszériás nabi buszokat, napelemes és elektromos kisautókat is ki lehetett próbálni, és lehetőség volt arra is, hogy a látogatók személyesen tegyék fel kérdéseiket a kutatóknak, illetve fejlesztőknek. Sajtótájékoztatóval vette kezdetét a hétvégi High-Tech Fesztivál. Az eseményen tudósok és szakemberek beszéltek a magyar fejlesztések nemzetstratégiai jelentőségéről. Az ipar Vácon megjelent képviselői azt szeretnék elérni, hogy az állam nagyobb figyelmet fordítson a hazai lehetőségekre, mert úgy látják, kisebb segítséggel képes lenne az ágazat azt az extra profitot megteremteni, amely kilábalást jelenthetne a gazdasági válságból. A magyar high-tech ipar és fejlesztéseknek a nemzetstratégiai jelentősége, illetve ennek a kibontakoztatásának és megerősítésének a szükséges és elégséges feltételei. Ez elég matematikai definíció, de azt hiszem, hogy szükséges jól definiálni a kérdéseinket. Ez volt az egyik célja a hétvégén a Márca megrendezett High-Tech Fesztiválnak, amelynek érdekében egyetemi tanárokat és akadémiai kutatókat kértek fel, hogy mondják el, mi szükségeltetik a magyar high-tech ipar beindításához. A megjelentek ugyanis úgy látják, a magyar szürke állományban jelentős gazdasági lehetőség rejlik, amit az állam kiaknázatlanul hagy. Korábban ugye ez a terület kapott állami normatív támogatást. Most ez gyakorlatilag már megszűnt, úgyhogy azok a kutatóhelyek, űripari cégek, akik ezen a területen dolgoznak, most elég nehéz helyzetben vannak, illetve egy lehetőség van a szabad piacról megélni. Erre is vannak jó példák, pont a mi cégünk ezt azért elég jól csinálja, de azt kellene felismerni, és éppen azért is jöttünk el erre a rendezvényre, és hogy megpróbáljuk tudatosítani azt, hogy itt egy nemzetgazdasági szempontból is igen jelentős értéket és nagyon magas megtérülést produkáló iparágról van szó. A szilícium alapú digitális rendszerek vetétársa lehet a grafén, állítják a szakemberek. Az Akadémia Nanoszerkezet Intézetének kutatója kiemelte, az egy atom vastagságban előállított grafit, a grafén iránt már a legnagyobb elektronikai cégek is érdeklődtek, ezért garantáltnak látja az állami befektetés megtérülését ezen a területen. Ennek a kutatásával lényegében azt lehet mondani, hogy 7 éve foglalkozunk, és ha már itt számokról is szó esett, azt is el kell mondanom talán, hogy a magyar közpénz, ami ebbe a kutatásba belement, az körülbelül 25 millió forint, és ezzel behoztunk 100 millió forint koreai támogatást, tehát azt lehet mondani, hogy 400%-os a haszonkulcs. A sajtótájékoztatón megszólaltak a magyar busz és hajógyártás képviselői is.
Az egyik cég képviselője arra panaszkodott, hogy amíg a magyar fejlesztésű buszokból több ezret rendeltek meg az USA-ból, addig itthon alig sikerült ilyen tömegközlekedési eszközt értékesíteniük. A Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke szerint egy autóbusz gyártása összesen 7 munkahelyet teremt, és úgy számol, ha a magyar közlekedési vállalatok a hazai gyártóktól rendelnék meg a buszokat, akkor az nem csak munkahelyeket teremtene, hanem gazdaságosabb is lenne a külföldi beszerzésekhez képest. Több mint 8000 autóbusz van, ebből a 8000-ből 4500 darab már elavult, több mint 12 éves élettartamú, ezeket akár azonnal le lehetne, illetve le kellene cserélni, ami hogyha ütemeznénk is, legalább 6-8 évig évi 5-600 darabos megrendelést biztosítana a magyar autóbuszgyártóknak. Ezt 10 éves időtartamot, ha tekintöm, akkor közel 500 milliárd, tehát 500 milliárd forintos nagyságrendet jelent a költségvetésnek. Tehát itt, hogyha nettó költségvetési pozícióról beszélünk, itt nem kérünk semmilyen támogatást az autóbusziparnak, csupán azt kérjük, hogy ezek előtt a korszerű európai színvonal autóbuszok előtt nyissák meg a hazai piacot.